Közé tette magyar Péter annak a házastársi beszélgetésnek a felvételét, amelyen az akkori feleségével, a volt igazságügyminiszter Varga Judittal éppen a Völner-Sadl ügyről beszélgetnek. Ezen magyar beszél többnyire 70%-ban, és láthatóan újra el akar mondatni a feleségével olyan dolgokat, amelyeket korábban mondhatott, csak akkor még nem rögzítette titokban az elhangzottakat. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté! Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 67 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Kedden reggel 9 órakor Magyar Péter elvitte a bizonyítékként szolgáló hangfelvételt az ügyészségre, amelyel az állítása szerint azon, vágyait tudja alátámasztani, amelyeket a Völner-Sadl ügyben tett. Röviden összegezve Magyar Péter azt állította, hogy Sadl György, Rogán Antal embere, és Völner Pál, akkori államtitkárnak pedig előre szóltak a nyomozásról, és hogy a kormány embere így vagy úgy, de belenyúltak a nyomozati anyagokba. A bizonyíték egy 2023. januárjában készült hangfelvétel, amelyet Magyar Péter titokban rögzített az akkori feleségével való beszélgetéséből. A kevesebb mint két percben úgy tűnik a két fél, a Völner Sádl férle ügyről beszélget, felolvasok egy részletet a beszélgetésből. Varga Judit. Annyi, hogy a Dani menjen át az ügyészségre és kérdezze meg, hogy milyen pont, 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 magyar. Ja, hogy mi van még? Varga. Mert náluk is van egy példány ezekből. Magyar. És ti nem láttátok, de a sajtó meg már látta? Varga. Hát, sőt, már valószínűleg odaadták, és elvileg ők ezt annó átnézték. Magyar, mármint rogánék? Varga. Igen, semmi rossz nincsen, persze magukat kihúzatták, javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mint tartották be. Idézet vége. Varga Jüdit a hangfelvételen arról is beszél, hogy az a baj, hogy új dokumentumok is vannak benne ebben a bizonyos csomagban, ami alatt azt értheti, hogy a vádemelésig új dokumentumok is keletkezhettek az ügyben. Mert a vádemelésig a hatóságok továbbra is lehallgatták a gyanúsítottakat. Magyar Péter rákérdezett arra is, hogy ha Sadl György Rogán Antal embere volt, akkor miért nem mentették meg? Itt ugye magyar Péter tesz egy állítást. Varga Judit erre azzal felelt, hogy nem volt több lehetőségük, ez a nagy probléma, idéztem Varga Juditot. Érdekesség, hogy Varga Judit a felvételen arról beszél, hogy az ügyészség valóban független, meg is fogalmazta, hogy az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek, és mindez ezért történhetett meg, Polt Péter ugye a főügyész. pár Pálról a felvételen annyi hangzik el, hogy egyre durvábban gyűltek a bizonyítékok ellene, és akkor szóltak Völnernek, hogy hagyja abba, de nem hagyta abba, itt szintén idéztem a beszélgetést. Újságírók szerint ez azt jelentheti, hogy valóban jeleztek már korábban a meggyanúsított államtitkárnak. A hatalmas kérdés most a nyilvánosságra kerülő hangfelvétele kapcsolatban, hogy valóban el tudja-e fogadni az ügyészség bizonyítékként, mert azon valóban elhangoznak rendkívül súlyos állítások, ám azon a Magyar Péter sok helyen szinte szájába adja a feleségének, hogy mit mondjon, így kérdés, hogy ezen állítások a bíróságon is megállják el a helyüket. Jelen helyzetben jogi szakértők szerint az is előfordulhat, hogy Varga Juditot beidézik az ügyészségre meghallgatásra, de így még így sem világos, hogy lesz-e komoly botrány ebből. Szakértők szerint, ha a felvétel nem megkérdőjelezhető, például azért, mert a rajta szereplők közül valakit kényszerítettek, akkor az ügyészségnek érdemes volna megvizsgálni az anyagot. Magyar Péter egyébként a felvételről előzetesen azt mondta, hogy azért érezte, hogy ebből a beszélgetésből rögzítenie kell valamennyit, mert ezzel tudja majd megvédeni a családját. Azt állította, hogy korábban nem állt szándékában a felvételt felhasználni, itt viszont egy kérdés felmerült bennem, hogy akkor miért rögzítünk egy felvételt, ha nem akarjuk soha használni azt. Viszont most azt érzi, hogy ezzel tudja megmenteni az országot a kormánytól, mármint a nyilvánosságra hozatallal. A gulyáságyú médiának adott tegnap esti interjújában úgy fogalmazott, hogy két-három héttel ezelőtt jelezte Varga Juditnak, hogy nyilvánosságra kerülhet a felvétel, bár a szavaiból úgy tűnt, hogy Varga Judit nem tudta, hogy pontosan mi szerepel a felvételen, ahogyan az sem, hogy melyik beszélgetésüket rögzíthette. Magyar Péter egyébként arról győzködte akkori feleségét, hogy ő is menjen be az ügyészségre tanúskodni, de ő ettől elzárkozott. Magyar Péter meg van arról győződve, hogy a bizonyíték nyilvánosságra kerülése után a kormánynak és a legfőbb ügyésznek nem marad más választása, mint hogy lemondjon. Idézem magyart. Hogy ezt megteszik-e, az nyilván az ő döntésük. Ha igen, akkor még marad esély arra, hogy a Fidesz becsületes része átmentsen valamit későbbre a polgári Magyarország ideájából. Ha nem, akkor azt teszik a jobboldallal, amit annó az összedi beszéd után Gyurcsány Ferenc tett a saját pártjával. Varga Judit egyébként korábban egyszer reagált volt férje politikai akciójára, akkor úgy fogalmazott, hogy volt férje meghökkentő és megtévesztő álmokfutást hajt végre, és azt reméli, hogy a férje meggondolatlan és manipulatív nyilatkozatai később sem kényszerítik őt arra, hogy feltépje azokat a sebeket, amelyeket a házasságában tapasztalt fájdalom, bánat és megaláztatás okozott. A kapcsolatban egyébként rengeteg kritika érte Magyar Pétert, amiért képes volt a saját felesége el titokban hangfelvételt rögzítenie. Siper András ügyvéd szerint például rendkívül nagy lojalitás problémát vet fel, ha valaki a saját szövetségesei a hozzá legközelebb állóval szemben ilyet tesz, hát akkor joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon az országához miért volna hűségesebb. Jogi szakértők azt is felvetették, hogy szigorúan véve egy ilyen hangfelvételnek nem csak a nyilvánosságra hozatala, de még a delkészítése de sem jogszerű a polgári törvényköm szerint. Persze a bírósági gyakorlat utat ad annak is, hogy titokban készült hangfelvételt is fel lehessen használni a bizonyítás során. Ám az is simán előfordulhat, hogy a személyiséghez fűződő jogok megsértése miatt Magyar Péternek egy polgári peres eljárásban kell majd felelnie. A nyilvánosságra hozatal akkor lehet indokolt, hogyha az nem veszélyes a társadalomra. Magyar Péter azért érvelt azzal, hogy mivel állami vezetők érintettsége lehetséges, még a társadalom érdekeit is szolgálhatja egy ilyen publikálás. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben most részletesen is olvashatnak azokról a súlyos kérdésekről, amelyek felmerültek a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatosan. A magánéleti botránytól elkezdve az ellenzéki messiás váráson keresztül a kormányváltás dilemmájáig. Ugyancsak részletesen foglalkoztunk azokkal az aggasztó kijelentésekkel, amelyeket most európai vezetőktől hallani a fegyverkezést, sorkötelezettséget, illetve a katonák Ukrajnába küldését illetően. Hogy mekkora esély van egy NATO-Oroszország háborúra, ezt próbáljuk meg kideríteni cikkünkben. Komoly felháborodást váltott ki Izraelben is, hogy Egyesült Államokban demokrata vezetők lényegében Benjamin Netanyahu megbuktatására szólítottak fel de ajánljuk izgalmas elemzésünket arról is, hogy mit mond a Biblia a nacionalizmusról, a Nemzetállamokról és annak kereszténységhez, egyházhoz való viszonyáról. A lapszámon olvashatnak filmekről is, nem is egyről, nyomon háromról is, Korcsó alá vettük a Dűne második részét, a most vagy sohaféle Petőfi filmet, illetve a szemelvészről készített alkotást is. A lapot kérje az helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu perelőfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket! Ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, amelyet már több mint 67 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is megteheti. A videó alatt is sávban található köszönetgomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!